Magyar nyelvtanfolyam, 45. rész. Párbeszédek. Első párbeszéd. Jó reggelt! Jó reggelt! Miben segíthetek? Sós Emília vagyok. 9:30-kor időpontom van dr. Petneházihoz. Egy pillanat, rögtön megnézem. Dr. Petneházi... Igen, rendben van. Legyen szíves helyet foglalni fent a váróteremben. Fent az emeleten? Igen, itt van jobbra a lépcső, és szemben van a lift. Köszönöm. Nincs mit. Új szavak. Váróterem. A kanapéval szemben a falon van egy nagy tévé. A két nő egymással szemben ül. Második párbeszéd. Sziasztok! Szia, Csen! Hogy vagy? Köszönöm, jól, és ti? Mi is jól vagyunk. Hova mentek? A játszótérre. És te? Én is oda megyek. Gördeszkázni. Akkor menjünk együtt. Jó. Péter, te tudsz gördeszkázni? Nem. Akarod, hogy megtanítsalak? Jó. De csak óvatosan, a gördeszkáról könnyű leesni. Új szavak. Ez a fiú óvatosan megy, óvatosan lépked. Az apukája segít neki. Fogja a kezét, mert nem akarja, hogy a fiú leessen. Leesni. Óvatosan a lépcsőn. Teát készíteni könnyű. Kirakni a bűvös kockát nehéz. Ez könnyű. Ez nehéz. Harmadik párbeszéd. Jó napot, találtárgyak osztálya! Jó napot kívánok! Tegnap reggel a 7-es buszon hagyta a lányom a kabátját. Nem tudom, hogy megtalálta-e valaki. Milyen színű a kabát? Rózsaszín, van a hátán egy cica. Mindjárt megnézem. Van itt egy ilyen kabát, 8 éveseknek való. Az lesz az. Mikor mehetek érte? Akár most is. 6-ig vagyunk nyitva. Hova kell menni? 7. kerület, Akácfa utca 18. Rendben van, már is megyek. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Nincs mit, viszont hallásra. Új szavak. Cica. Valaki elvesztette ezt a macit az utcán. Remélem, hogy aki elvesztette a macit, hamarosan megtalálja. Ez a férfi keres egy utcát. Szerintem hamarosan megtalálja. Talált tárgyak osztálya. Negyedik párbeszéd. Anya volt. Azt mondja, átjönnek ma este. Vacsorára? Igen. Hánykor? 6-kor. De hát nincs itthon semmi kaja. Még van időnk bevásárolni. Mit főzzek? Rakott krumplit. Azt mindenki szereti. Akkor kell venni legalább 3 kiló krumplit, kolbászt, tejfölt. Tojás van itthon. Csináljak uborkasalátát is? Persze, imádom az uborkasalátát. Na jó, akkor uborkát is kell venni. Új szavak. Nincs semmi kaja a hűtőben, csak egy citrom. Rakott krumpli. Tejföl. Uborkasaláta. 5. párbeszéd. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Boldog szülinapot! Köszönöm. Most fújd el a gyertyákat. Kívánj valamit. Na, mit kívántál? Titok. Új szavak. Elfújja a gyertyákat. Kívánni. Kedves Viki, boldog születésnapot kívánunk. Anna, Robi és a gyerekek. Figyelj, mondok egy titkot, de ne mondd el senkinek. Nagyon szeretlek. 6. párbeszéd. Hello, milyen volt a suli? Jó volt. Milyen órátok volt? Matek, magyar, tesi, ének, angol. Történt valami érdekes? Nem. Csak matekból dogát írtunk. És nehéz volt? Nem, egyáltalán nem volt nehéz. Sőt, kifejezetten könnyű volt. Mégis sokan nem tudták megcsinálni a feladatokat. Ezt a selfit miért csinálod? Csak úgy. Aha. Új szavak. Iskola vagy suli? Testnevelés vagy tesi óra? Dolgozat vagy doga? Csináld meg a feladatokat a könyvben. Mi az? Mi történt? Baleset. Felborult a teherautó. 7. párbeszéd. Jó napot, miben segíthetek? Jó napot, szeretnék nyitni egy bankszámlát. Nagyszerű, akkor vegyük fel az adatokat. Vezeték neve? Kocsis. Keresztneve? Nóra. Születési idő? 1991. március 3. Halak. Maga mikor született? Térjünk vissza az adatokhoz. Mi a címe? 1022. Bimbó út 2. Telefonszám? 70 958 14 63. Felírta? Igen, köszönöm. Láthatnám a személyi igazolványát? Természetesen, tessék. Sajnos a kép nem túl jó. Csak leellenőrzöm az adatokat. Rendben van, köszönöm. Szóval nyitunk egy bankszámlát önnek. Forintszámla lesz, ugye? Igen. Mi a foglalkozása? Masszőr vagyok. A Csengeri utcában dolgozom. Alkalmazott? Igen. Mennyi a havi fizetése? 410 000 forint. Plusz a borra való. Rendben. Most van számlája? Nincs. Szeretne bankkártyával vásárolni? Természetesen. Nagyszerű, már meg is nyitottam a bankszámlát. Itt vannak az iratok. Itt legyen szíves aláírni. Köszönöm. Körülbelül 3 nap múlva érkezik a bankkártyája postán. Azt alá kell majd írni, azután aktiválni kell a PIN kóddal. A PIN kód a levélben lesz a kártyával. Hát akkor viszontlátásra. Viszontlátásra. Új szavak. Bankszámla kivonat. A bank adatai a bal felső sarokban vannak. A bankszámla tulajdonosának az adatai alatta vannak. Kérjük, ne lépjen a fűre. Ho-ho-ho, télapó. Na kisfiú, mit kérsz karácsonyra? Személyi igazolvány. Jogosítvány. A rendőr ellenőrzi a vezető jogosítványát. A masszőr a nő fejét masszírozza. Ez a masszőr egy alkalmazott. Ez azt jelenti, hogy nem ő a tulajdonosa a szalonnak. Ő egy alkalmazott, aki fizetést kap a munkájáért. Iratok. Aláírni. Megérkezett a metró, és kiszálltak az utasok. 8. párbeszéd. Bea, nem tudod, hogy Miki miért nem jött ma bedolgozni? Beteg? Nem, ellopták az autóját. Micsoda, tényleg? Aha, a háza elől lopták el az éjszaka. Jaj, ne már, szegény Miki. Bejelentette a rendőrségen? Persze, a rendőrség már keresi az autóját. Új szavak. Magyarországon mikor jön a télapó? December 6-án éjszaka. Beteg. A sirály el akarja lopni a halat a pingvintől. Ellopták a kerékpárt. 9. párbeszéd. Elnézést, lehúzhatom az ablakot? Tessék? Az ablakot lehúzhatom? Nagyon meleg van itt bent. Persze. Van tüze? Tüzem? Igen, szeretnék cigarettázni. Itt a vonaton? Itt tilos a dohányzás. Az előtérben. Szerintem ott sem szabad dohányozni. De igen, nézze, ott dohányzik egy ember. Én nem dohányzom, és nincs tüzem. Nem baj, majd kérek tüzet attól az embertől. Új szavak. Lehúzni. Cigaretták a hamutálcában. Ez az ember cigarettázik, cigizik, dohányzik. Egy nő áll az előtérben. Az előtérben tilos a dohányzás. Tilos a dohányzás és a köpködés. Van tüze? Igen, tessék. 10. párbeszéd. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom? Ha kisült már, ide véle, hadd egyem meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Kezem, lábam, jaj, de fázik, lábam alatt jégszik, rázik. Ha szikrázik, hadd szikrázzon, azért van ma szép karácsony. Boldog karácsonyt! Megnézzük, hogy mit hozott a Jézuska? Jó. Gyere, nézzük meg az ajándékokat. Ezekre az van írva, hogy Peti. Ezek a te ajándékaid. Nyisd ki őket. Nagyon kerek. Ó, egy kosárlabda. Örülsz neki? Persze, most már kosarazhatunk a játszótéren. És mi van a másodikban? Ez hosszú. Ó, tollasütők, de jó! Tollasozni is lehet majd a játszótéren. És mi van a harmadikban? Ez nagyon kicsi. Mi ez? Egy óra. Ez egy különleges óra futóknak. Mutatja, hogy hány perce fut, milyen távolságot és milyen sebességgel. Hű, de klassz! Köszi, anya! Úgy érted, köszi, Jézuska! Szívesen, Peti! Új szavak. Kalács. Szikrázik a csillagszóró. Kosárlabda. Tollasütők és tollaslabdák. Ez a férfi örül az ajándékának. Óra futóknak. Sebességmérő. Nagy távolság. Kedves nagymama és nagypapa! Nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk, sok szeretettel! Panni, Julcsi és Robi.